kis pohár krémet fogok készíteni, csokoládémuszból készült marakuja és mangózselével, illetve pannakottával. És most mi kerül rá? Ez most a pannakotta réteg, de erre még fog jönni egy gyümölcszselé. Mintha Párizs legelőkelőbb cukrászdájába járnánk, az incsiklandó francia desszert különlegességek láttán, pedig nem a Szajna partján, hanem Nyíregyházán a Sipkai Barna középiskolában rendezték a cukrászmestervizsgát. Nádas Hajnalka belső indítatásból szerette volna fejleszteni meglévő tudását, a cukrászat a szívügye és hisz abban, hogy megfelelő szorgalommal és alázattal a szakma mesterévé lehet válni. Barcelona volt az, ami leginkább megihletett, és azt mondtam, hogy az a színvonal, amit szeretnék ide elhozni. A bubónak a desszertjeit az, ami nagyon nagy hatással volt rám leginkább. És szerettem volna itt Nyíregyházán ezeket a francia jellegű desszerteket is meghonosítani évekkel ezelőtt. Most látom már, hogy egyre inkább érdeklődnek az emberek ez iránt, az irányzat iránt is. Úgyhogy itt nagyon örülök, hogy itt is lehetőségünk nyílt kitanulni, megtanulni, újabb fogásokat elsajátítani, újabb technikákat megtanulni. A 4 hónapos intenzív tanfolyamon a szakma legféltettebb titkait lehetett elsajátítani. Csak azok jelentkezhettek, akik korábban már cukrász végzettséggel rendelkeztek, és 5 évet eltöltöttek a szakmában. Most dolgoztam az izomáltat. Jól csináljam? Igen. Mire kell figyelni? Megnézesse a cukrot, túl ne melegítse. Hát egy 130-140 fokig kell melegíteni, és utána használat előtt visszaüntene egy 80-90 fokig. A tanfolyamon olyan technikai tudást adtak át a mesterek, amelyeket olasz és francia cukrászdákban és világversenyeken sajátítottak el. A vizsga 2 napon keresztül tartott, 5 különböző desszertet kellett elkészíteni. Alkalmi tortát, 2 fajta bombont, pohárdesszertet és tányérdesszertet. A mestervizsga bizottság látvány, esztétika, technológiai sorrend, íz és összhatás szerint bírálta a remekeket. A cukrászatnak az alapjait a francia cukrászat adja, és nagyon sokat tanultunk francia kollégáktól, ahol ki tudtunk menni, ott az üzemekbe tényleg beengedtek, hetekig voltunk ott, és átadták azokat, láttuk azokat a sok kis pici apró dolgot, amit nem lehet tanítani, hanem a munka közben látjuk azt, hogy hogyan töltenek mérlegen, hogy minden réteg ugyanolyan vastagságú legyen, egy krém réteg, hogyha 1 kg 20 dek, akkor az 1 kg 20 dek minden süteménynél, azt a precizitást náluk már régen működnek, a vizes vágók azokkal dolgoznak, ami egy nagyon tökéletes készterméket eredményez. Ennek nagyon vékonynak kell lennie, és lesz rajta egy fedő csokoládéréteg, egy tal, és annak is vékonynak kell lennie, hogy élvezhető legyen a töltelék. Bihari Melinda arról beszél, hogy mire kell figyelni a bombon elkészítésénél. A cukrászmester 4 társával együtt sikeres vizsgát tett. Jól megérdemelt mesterlevelüket november 25-én vehetik át, ünnepélyes keretek között a megyei kereskedelmi és iparkamara épületében.